Szeretettel köszöntelek! Ebben a videóban a guasfestéket szeretném bemutatni neked. Én Olajos Mónika vagyok, a művészlelkek.hu alapítója. És a guasfesték a többféle kiszerelésben is kapható, hasonlóan más festékekhez. Én a tubusos változatát részesítem előnyben. De láttam én ebből már hasonlóan az akvarelhez ilyen szilkés kivitelt is, de nem ilyen nagy szilkét, ennek a felét, feles szilkében is láttam már guast. Bevallom őszintén, hogy azt én még nem próbáltam. Az én képeimhez szeretem kenni vastagon ezt a festéket, és nem tudom elképzelni, hogy ilyen kis szilkéből tegyem ezt a papírra, tehát szerintem az a vastagság ebből a szilkéből nem érhető el, úgyhogy én szeretem ezeket a tubusokat. És akkor kinyomom őket így palettára. Ezeket a színeket ugye, de láthatod, itt be vannak száradva már a nagy része, hasonlóan az akvarelhez felvizezem egy ilyen spriccelő segítségével, és akkor ugyanúgy másnap vagy harmadnap, amikor használom a guast, akkor ugyanúgy kenhetővé válik a festék. Úgyhogy, mint ahogy már mutattam is, ez egy reneszánsz márkájú 20 ml-es guasfesték, többféle színben kapható, ugye a fekete-fehér mellett számos szín megtalálható. Lehet úgy is rendelni, hogy ebben benne volt, azt hiszem, a 4 alapszín plusz a fekete-fehér, a 3 alapszín és a fekete-fehér úgy volt 5 szín benne, és akkor ez egy ilyen szett. Ha csak akvarelhez használod, akkor ez nagyon sokáig elég. Ha mondjuk már csak magában használod a guast ilyen kis képekhez, akkor is elég sokáig elég, de ha olyan technikát alkalmazol, ugye, ahol vastagon kened rá a festéket, a guast a képedre, hát akkor nyilvánvalóan hamarabb elfogy, de még akkor is azt mondom, hogy elég kiadós ez a festék. Tehát tubusokban van. Volt egy ilyen szett, vagy van egy ilyen szettem is, ez már egy kicsikét hiányos, azért ezt is megmutatom. Ezek ilyen egészen kicsi tubusok, 12 ml-esek, de ezek is nagyon-nagyon kiadósak, és nagyon sokáig tudtam őket használni. Természetesen ugyanúgy, ahogy a többi festéknél, a guasnál is vannak ugye kevésbé tartós festékek, és vannak ugye a prémium kategóriás festékek, de hát ez mindenhol így van, az akvarelfestésnél is, az akvarelfestékeknél is. Tehát vannak ugye az alapkategóriás iskolai festékek, és aztán a prémium minőségű, magasabb, színtartóságú festékek. Például ez a fajta festék, ez nem jelöli azt, hogy hát, hogy milyen a szín tartósága, ugye mindig egy ilyen kóddal szokták, ilyen csillagokkal, vagy vonalakkal jelölni, ennél nem találtam meg. És a reneszánsznál, ha nézem, akkor igen, ennél rajta van a 3 csillag, a zöldnél is, a feketénél lehet, hogy nincs rajta. A feketénél ezt így nem látom, de le is van ragasztva egy ilyen ragasztóval, tehát lehet, hogy alatta van. Igen, például sárgán ugyanúgy rajta van a szín fakulásának a jelölő kódja, ez a 3 csillag, és szerintem az elég jó, úgy szokott lenni, hogy minél több a csillag, ugye annál jobb, annál tartósabb, tehát ez a sárga szín, ez nem fakul, a zöld sem, nézzük a kéket, kék is 3 csillagos, úgyhogy akkor ez egy elég jó festék. A feketéről véletlenül maradhatott le, mert a másik fekete tubuson is rajta van, tehát ezek ilyen 3 csillagos
Igen, és a magenta színnek is 3 csillagot kapott, tehát a kopásárossága, a fénytartósága az eléggé magas. Viszont azt tudni kell azért, hogy a vasfesték az fakul. Tehát amikor felviszed, ugye ezeknél a képeknél is látszódik, tehát amikor felviszed, akkor még jóval fényesebb a festék, és ahogy szárad, egyre jobban kezd kifakulni. Ugye mutatok egy másik képet, különösen ennél az éjszakai tengerpartnál látszódik, hogy a száradás után ugye fakóbb lett a színe. De mondjuk amúgy is ugye itt össze van mosva a fekete és a fehér szín. De van erre egy trükk, amivel vissza lehet hozni az élénkségét a színnek, de hogyha összehasonlítom az akvarellel, akkor még itt látszik egy beszáradt palettámon is, hogy az akvarell az azért egy fényesebb színig szárazabb állapotában is. Jó, tehát a vasfestékről így ennyit tudok elmondani, hogy különböző kiszerelésekben van, általában ilyen tubusokban. Láttam már olyan, ilyen ehhez hasonló kis műanyag vagy üvegflakonokban is. Annál nagyobb kiszerelést én nem láttam, az 50 ml-es volt. Úgyhogy igen, és akkor van még a szilkés, amiről beszéltem, a félszilkés kivitel. Hát attól függ, hogy mire szeretnéd használni ezt a festéket. Nyilván, hogyha ilyesmi képeket akarsz vele alkotni, akkor a nagyobb kiszerelésre van szükséged, a 40 vagy 50 ml-es változatra, de mondjuk ezekhez a kicsi képekhez, vagy pedig ha kombinálod a két technikát, az akvarellt és a vast, akkor nyilván, hogy ezek a tubusok is sokáig eleget tudnak lenni számodra. És akkor amit még tudni kell, hogy ugye az alapkategóriától a prémium minőségig kaphatók ezek a festékek is. Nyilván ez megmutatkozik az árukban is, tehát minél drágább egy festék, ugye annál magasabb prémium minőséget képvisel. És most akkor próbáljuk ki ezt a festéket, megmutatom, hogy hogyan működik, tarts velem. Jó, próbáljuk ki akkor ezt a festéket. Ide készítettem egy papírt. Én nem rajzoltam elő most semmit, ha szeretnéd, akkor előrajzolhatjuk az áfonyákat. Azért választottam az áfonyát, mert azt könnyű megrajzolni, és így gyakorlásképpen, illetve megfesteni is egy kezdő számára is. Jó, hát azért ezek az áfonyák azért nem olyan, hogy mondják ezt, nem szabályosan egyformák. Ennyi van köztük kisebb is, nagyobb is. Még ide rajzolok egy szemet. Jó. Én 6-os ecsettel dolgozom. És ebben a világos kékkel. Én most minden színt igyekszem itt felhasználni a palettámról. És hát úgy értem, hogy minden színt, ami az áfonyához illik. Tehát. Jó. Úgy festem, hogy áfonyánként. Tehát amikor egyet tökéletesen kidolgoztam, akkor fogok áttérni majd a következő áfonyára. Jó, figyelem a fényeket. Innen fogja kapni a fényt. Tehát ez a része itt a legsötétebb. Jó, nekem itt van egy kis piros is a palettámon, de az egyáltalán nem baj. Jó, kéket és pirosat használtam hozzá. Oké, ez a rész a legsötétebb. Itt ez a, nekem ez egy ilyen lilás árnyalat.
Úgyhogy ilyen. Ez a virás. Festékkel itt még végig megyek rajta. Így körbe. Jó, megadom neki így ezt a belső kis ívét is. Még visszatérek erre a kékre. Ennél a részénél is. A belsejénél is. Jó, és akkor, ahogy készen vagyok vele, fogom a világosat. Itt van nekem beszáradva, fölvizezem. És akkor ugye megadom a fényét a záfonyának. Oké, jön a következő, és megint a világos kéket használom. Az egészet befestem. És akkor jönnek a ez a része sötét neki, meg itt ez a része, tehát ezeket így fölviszem. Jó. Még a kékből. Teszek ezekre a részekre. Most akkor megint a fehérrel ezeket a csillagok kis részeket befestem. Jó, itt még kimaradt, úgyhogy ebből a sötétebb rész festékkel itt megadom neki ugye ezeket a kis, hát nem tudom mi ez, mag kezdemény, vagy nem tudom mi ott a közepe. Jó. Jó, itt még kimosom az ecsetet. És akkor én fehéret akartam még. Fehérből, még ugye erre a részére. Jó, egyáltalán nem baj, nem egyforma színűek, hiszen az életben sem egyforma színűek ezek az árfonyák. Jön a következő. Ugye, hogyha rámegyek a vonalra, akkor az tökéletesen eltűnik, hiszen ez egy fedőfesték. Azt még lehet, hogy nem mondtam. De hát ez abban is különbözik, hogy az akvareltől, hogy ez egy fedőfesték. Jó, időnként bevizezem az ecsetet, akár piros színnel is fölvihetem a következő réteget. Ez a része itt sötétebb. Itt visszajövök a világos színnel. A közepét is befestem. Jó, itt is vissza tudok még menni, és akkor megerősítem ezt a középső részt. Most akkor ugye van itt neki egy ilyen csillogása. Minden kapja ugye mindegyik szem a
fényt, erre azért így vigyázzok, itt is van egy kis csillogása. Jó, még de teszek egy kis sötétet. Jó, még maradt két szem. Ezt a világos kéket viszem föl. Az egész elfogy a szemet, így befestem. Most akkor rakom rá a sötétebb rétegeket, ugye ez a része, ami sötétebb. Akkor ez a része is sötétebb. Jó, itt adok neki ugye egy mélységet, ahol van az a, nem tudom, magja. És akkor fehérrel is teszek oda egy kis pontot. És akkor itt is. Ugye innen kapja a fényt. Jó, és akkor ezt itt ugye összedolgozzuk. Oké, és akkor jön az utolsó szem. Ez nagyon sötét lett. Ezt a világos kéket használjuk hozzá. Jó, és akkor akár a pirosból is ugye veszünk ki egy kicsit, és akkor ez a része ugye sötét. Ez a része. Ugye bal oldalról kapja mindegyik szem a fényt. Jó, és akkor ide is. Akkor itt pedig felteszem ugye a csillogó fényfoltot, a világosabb részt. Jó, megszáradt, akkor esetleg még lehet rátenni mindegyikre egy kis fényt. Hát mivel ugye így bal oldalról jön a fény, tehát itt vett egy kis árnyékot, és hát ugye mindegyik szem egy kicsi árnyékot vet így jobb oldalra, hogy arról kapja ugye a fényt. Nos, hát röviden ilyen gorssal festeni. Remélem, hogy tetszett neked, és hogy velem tartottál, és te is kipróbáltad ezt a festéket. Ha bővebben tanulnál a gors festésről, akkor a művészlelkek.hu-n találsz még hozzá anyagot a Facebook oldalon is, akár írásos anyagot, akár ezt a online festőkurzust is megvásárolhatod, és 6 gyönyörű éjszakai képet tudsz általa elkészíteni. Köszönöm, hogy velem tartottál, várlak egy következő videómban is. Szia!